fogdában marad Mezei János, 30 napra hosszabbították a gyergyószentmiklósi polgármester előzetes letartóztatási parancsát. Folytatódik a strádaépítés, a tervek szerint 2017 tavaszáig befejezik az észak-erdélyi autópálya Bihar megyei szakaszát. Tombol a nyugtalottó láz, több mint 4000 nyertes számlát regisztráltak már a pénzügyi hivataloknál. Köszöntöm Önöket, ez itt a Híradó. 30 nappal meghosszabbította Mezei János előzetes letartóztatását a Marosvásárhelyi törvényszék. Gyergyószentmiklós tisztségéből felfüggesztett polgármestere 48 órán belül fellebbezhet a ma hozott ítélet ellen. Mezei Jánost ma délelőtt vitték be Marosvásárhelyi törvényszék tárgyaló termébe. A gyergyószentmiklósi elöljáró kérte az előzetes letartóztatásának megszüntetését és azt, hogy az országos korrupció ellenes ügyészség által kezdeményezett, folyamatban lévő vizsgálat alatt szabadlábon lehessen, mindössze hatósági megfigyelés alatt. A tárgyalást követően Mezei János rendőri kísérlet mellett próbált nyilatkozni híradónknak. Ártatlan vagyok teljesen, semmi közöm az egészet, meg kell nézni a dolgot, és meg kell nézni a Deniának a működését. A bíróság végül úgy döntött, 30 nappal meghosszabbítja az előjáró előzetes letartóztatását, amely április 19-től lép érvénybe május 18-áig. A tisztségéből felfüggesztett polgármester 48 órán belül megfellebbezheti az ítéletet. Mezei János ellen egyébként hivatali visszaélés és zsarolás miatt folytat vizsgálatot a korrupció ellenes ügyészség. A Romániát és Bulgáriát vizsgáló együttműködési és ellenőrzési mechanizmusról tartottak meghallgatást az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságában. Néhány uniós tagállam ennek a mechanizmusnak a jelentéseivel összefüggésben ellenzi a két ország csatlakozását a Schengeni övezethez. A brüsszeli meghallgatáson jelen volt Monika Makové jelentéstevő, Robert Kazancsuk igazságügyi miniszter, valamint Laura Codruța Kövesi, a korrupció ellenes ügyészség főügyésze. A romániai küldöttek egyetértettek abban, hogy a mechanizmus segített a reformok meghozatalában, de abban is, hogy még nem jött el a megszüntetésének az ideje. A mechanizmust működtető Európai Bizottság képviseletében Catherine Day főtitkár úgy vélte, Bulgáriában lelassult a folyamat, de Romániát pozitív példaként emlegette. Románia nyilvánvaló fejlődésről tett bizonyságot fontos területeken, és fenntarthatósági jeleket vettünk észre, amire nagyon figyelünk. Láthattuk, hogy a kulcsfontosságú igazságszolgáltatási szervek milyen rendkívüli eredményeket értek el a magas szintű korrupcióval vívott küzdelemben. Nőtt a professzionalizmus szinte az igazságügy egészében, beleértve az igazságszolgáltatás függetlenségének védelmére való hajlandóságot is. Elemzők szerint viszont ahhoz, hogy Romániában az igazságügy működése valóban jól működjön, arra is szükség lenne, hogy a vádemelések mellett a bíróságok ítéletei ne mondjanak ellent egymásnak, és kiszámítható legyen a jogi környezet. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pénteken és szombaton Kolozsváron tartja tisztújító és program megújító kongresszusát. Az eseményt újratervezés jelszóval hirdette meg az RMDS. Az RMDS hétvégi kongresszusáról vitáztak a meghívottjaink Sajtóprés című műsorunkban. A hozzászólók egyetértettek, a meghirdetett újratervezésre szükség van, ám mindenki másként értelmezte ezt a jelmondatot. Kelemen Attila Ármin újságíró szerint az igazi tét az RMDS közképének a megreformálása. Egy kongresszus három dologról szól. Szól arról, hogy tartalmilag mi történik, szól arról, hogy diplomáciában mi történik, és szól abból, hogy PR-ban kifele mi történik. Illetve PR-ban befele mi történik. Tehát, hogy szerintem inkább ez utolsó két dolog az, ami érdekes. Minden kongresszus az újratervezésről szól, hiszen ennek ez a szerepe. Számba venni az elért eredményeket, s megtervezni a következő időszakot, vélte Ambrus Attila újságíró, aki szerint egyetlen nagyon fontos dolog nem valósult meg az első nagyváradi kongresszus óta. Ez az erdélyi magyar társadalomnak a korszerűsítése elmaradt, és a szakpolitikáknak, amelyekre a hangsúlyt az RMDS fektetné a kolozsvári kongresszus után, valójában ezt a célt kell szolgálniuk, új gazdaságpolitikára, új oktatáspolitikára, új demográfiai kérdéskezelésre és egy új típusú politizálásra is szükség lesz. A teljes beszélgetést a 20 órakor kezdődő sajtóprésben követhetik figyelemmel.
Elfogadta Markó Attila lemondását a képviselőház plénuma. A volt RMDSZ-es képviselő eredetiben is eljuttatta a dokumentumot a ház titkárságára, miután egy hete nem tekintették hivatalosnak a faxon küldött változatot. Ezzel okafogyottá vált Markó Attila mentelmi jogának felfüggesztésére kiírt szavazás, amelyet szintén szerdára vettek tervbe. A lemondást követően nincs akadálya annak, hogy az Országos Korrupció Ellenes Ügyészség kiadja a letartóztatási parancsot a Magyarországon tartózkodó politikus ellen. Miután a volt képviselő kijelentette, hogy nem hajlandó hazatérni, mert nem bízik a romániai igazságszolgáltatásban, ma Robert Kazancsuk igazságügyminiszter úgy fogalmazott, hogy csak idő kérdése Markó Attila hazahozása. Májustól folytatják és 2017 tavaszáig befejezik az Észak-Erdélyi autópálya építését, jelentette be Bihar megye kormánybiztosi hivatala. A Bors és Brassó közötti 415 km hosszú Észak-Erdélyi autópálya megépítésére 2003-ban kötött szerződést a kormány az amerikai Bechtellel, ám azóta csak 52 km épült meg. Földek így mennek, és ez látható, hogy a híd, minden, ami létezik, beletartozik. Papéva azt mutatja, hogy termőföldjén hol halad át az autópálya. Több mint 9 éve várja, hogy kárpótolják a 3000 négyzetméteres kisajátított területért hiába. Azt gondoltam, hogy ha intézik ezt a földet, akkor talán nem hagynak ki minket se, és nem lesznek olyanok, hogy ha már ott volt, ha az enyém volt, akkor engem kihagynak. Ha nem, akkor muszáj lesz újra indítsak pert, menjek ügyvédet fogadjak, nem tudom, fogalmam sincs, hogy mi lesz. Jelentős bevételtől estek el a munkálatok leállása miatt a környékbeli önkormányzatok. 2003 és 2006 között Tóti község költségvetésének 20%-át biztosította a Bechtellel kötött bérleti szerződés. Miután az új költségvetési törvény csökkentette a kistelepüléseknek szánt állami támogatást, Tóti község még rosszabb helyzetbe került. Tudtunk fejleszteni, de eddig ez jó is volt, de most már minden pénzünket ebbe fektetünk. Fizetésbe, villanyszámlába, telefonszámlába, mert most már olyan szituba vagyunk, hogy várjuk, hogy levágják a telefonunkat, levágják a villanyunkat. Nagyon egy síralmas állapot. Így fest most az Észak-Erdély autópálya bihari szakaszának nyomvonala. Semmi bevezető hidak, árválkodó pillérek, támfalak. A kormánybiztosi hivatal közölte, májustól folytatják a munkálatokat. 24 hónap az a terminus, ami alatt be kell fejezniük a munkálatokat. A munkálatok befejezte után még 36 hónapig garancia alatt lesz a munkálat, tehát az a vállalat, aki ezt a munkálatot el fogja végezni, köteles karbantartani és az esetleges hibákat kijavítani. A román kormány 12 évvel ezelőtt írt alá megállapodást a 415 km hosszú Észak-Erdély autópálya megépítésére. Az első ütemben azonban csak a Gyalú és Aranyosgyéres közötti 52 kilométeres szakasz készült el. Most spanyol és román cégek konzorciuma folytathatja a 4 évvel ezelőtt leállt munkálatokat. Az érettségi eredmények javítását és az egyetemi lemorzsolódás csökkentését célzó programot fogadott el szerdai ülésén a kormány. A 7 éves lefutású programra 200 millió eurót szánnak az állami költségvetésből. A programot az utóbbi években tapasztalt gyenge érettségi eredmények, valamint az egyetemet az első években elhagyók nagy száma tette szükségessé. A program a liceumokat és az egyetemeket célozza meg, amelyek saját pedagógiai területükön szerveznek olyan tevékenységeket, amelyek növelhetik a sikeresen érettségizők arányát. A végső cél, hogy ez az arány legkevesebb 59%-os legyen a leggyengébb liceumokban is, illetve csökkenjen az egyetemet elhagyók aránya az első 2 évben, amely jelenleg nagyon magas. Rendkívül népszerű a nyugtalottó, bár az ünnep miatt csak 2-től lehetett leadni a kéréseket a nyertes nyugtával, más szép számmal vannak jelentkezők. Maros megyében szerda reggelig 104 jelentkező volt, ennek mintegy fele Marosvásárhelyről és környékéről. Itt épp az egyik nyertes nyugta tulajdonosa adja le az igénylését, de szkeptikusan néz az elkövetkezendő időszak elé. Reméljük, hogy nyerünk, ahogy mondják. Aztán, hogy igaz-e vagy sem, kiderül. Egyelőre leadtuk az iratokat. A nyerteseknek a hétfői sorsolást követően 30 nap áll rendelkezésükre, hogy a nyugtával és a kitöltött kérvénnyel jelentkezzenek a pénzügynél.
Mellékelni kell természetesen a bont is, a kasszabont. A kérés, ez a feltétel, a kérvény teljesen ki kell legyen töltve, minden rovatka helyesen kitöltve, és 30 napon belül be lehet nyújtani, amennyiben igényelnek. Mi készítünk egy másolatot is, és akkor majd következik a pénzleosztás. És ami nagyon fontos, szükséges számla, mert ugye a számlájukra, a bankszámlájukra fogjuk átutalni a pénzt. A kérvénynek a bankszámlaszám és a személyes adatok mellett a nyugtára vonatkozó adatokat is tartalmaznia kell. Nem jogosultak a nyereményre azok a nyugtatulajdonosok, akiknek valamilyen tartozásuk van az állam fele. Kettő szerda délelőtt 10 óráig mintegy 185 személy jelentkezett nyertes pénztári nyugtájával a Kolozs megyei adó- és pénzügyi hivatalnál. Országos szinten ma délelőtt 10 óráig 4245 személy regisztrált a kasszablokját az adóhivatalnál. Minél több nyertes jelentkezik, annál kevesebb jut egy embernek az 1 millió lejes nyereményből. Barta Éva a szerencsés szelvényt egy pékárusboltban kapta, miután 6 lejre 2 darás fészket vásárolt. Azt mondtam, hogy magamban, hogy meggyűjtöm. Amit vett, gyűjtöm a bonokat, lesz, ami lesz. Próba szerencse. Általában sem nagyon szoktam mellőni, és amikor megyek vásárolni, nem az, hogy be kell számoljak. De általában még szoktam utána számolni én, amit kötöttem. A regisztrált nyugták tulajdonosai között a nyugtalottó 1 millió lejes nyeremény alapját osztják szét. A teljes összeget annyiba osztják, ahány nyertes szelvény van országos szinten, és így kiderül majd, mennyit ér majd egy pénztári nyugta. Ahány nyertes számlája van egy személynek, annyiszor kapja majd meg az egy nyugtára első pénzjutalmat. Az adóhivatal szóvivője szerint az első nap jöttek a legtöbben leadni a nyertes szelvényeket. Az érdeklődés csak kissé lankadt. A nyertesek 60 napon belül a bankszámlájukra kapják majd a nyereményt. Hagyományos építkezés és bővülő állatkert. Lássuk, mi lesz még a híradóban. Új ház, régi módszer. Egyre többen térnek vissza a hagyományos építkezéshez. Keresztelők elé néz a vásárhelyi állatkert. Kíváncsi állatkölykök ismerkednek a látogatókkal a somos tetőn. Egyre többen térnek vissza a hagyományos építkezéshez, természetes alapanyagokat használva. A szalmabálából készített ház például akár 50%-kal is olcsóbb lehet, mint a klasszikus téglaház. A vájt téglát azt mindig levakoljuk, miután, tehát levájogoljuk, mielőtt felfogadjuk ezt a nádat. Kacsó Levente itt azt mutatja, hogyan épül a hagyományos vályogház. Építéséhez alapanyagként szalmabálát használt fel. Ennek elmondása szerint számos előnye van. A vályogvakulat, vagy akár egy vályogfal, vagy vályogtéglafal, ami a szalmabála belső részére kerül, a melegfalra, az nagyon jó hőszigetelő, nagyon jó pára felfogó és pára stabilizáló. A ház hőszigetelését az 5-7 cm-es sártapasztás biztosítja, ami kiváló hangszigetelő jelleggel is bír. Németh János építész híradónknak azt mondta, a szalmabálából épített ház akár 50%-kal olcsóbb, ha az ember önmagának vagy kalákában építi fel. Mindemellett a környezetet is kíméli. Nagyon egészséges házunk lesz, egészséges környezetben élünk, viszont van egy olyan előnye is, hogy nagyon-nagyon takarékos, tehát élő példák vannak már, hogy például én téglaházban lakom, és egy télen elfogyasztottam 10 méter fát, olyan ismerősöm, aki szalmabálaházban lakik, ő elfogyasztott 2-3-at, tehát elég nagy a különbség. Erdélyben, Hargita megyében van a legtöbb hagyományos építésű új ház, ezt Kolozs, majd Maros megye követi. Egyre népszerűbbek a különböző masszázs technikák, manuálterápiák, amelyek az ülő életmód káros következményeit tudják enyhíteni. Sepsi Szentgyörgyön ma Jumeóról, a japán masszázsról tartottak nyílt napot magyar nyelven. A Jumeiót eredetileg Shaolin harcművészek testi-lelki teljesítő képességének fokozására használták. Három technikát ötvöz, a masszást, az akupresszúrát és a manuálterápiás fogásokat. Olyan egész testi gyúrás, amely visszaállítja a test szimmetriáját, harmóniáját. A szerdai nyílt napnak az volt a célja, hogy megismerhessék a technikát azok is, akik elsajátítani szeretnék, de azok is, akik kezelésként használnák. Az egyik izom hat a másikra, az egyik izület egészsége befolyásolja a másikat, és fordítva. Épp ezért nagyon fontos tudni azt, hogy mit miért csinálok,
Megvan egy bizonyos kezelési séma, amit követni kell, főként azoknak, akik még az elején vannak ilyen jellegű kezelésben vagy masszázsban. Bár Romániában több mint 20 éve használják, Háromszéken 5 szakember végzi ezt a típusú kezelést. Eddig csak román nyelvű oktatásra volt lehetőség, most tervezik, hogy magyarul is elindítják az alapképzést. Ezt bárki elvégezheti, és családban, baráti társaságban alkalmazhatja, ha szükség van rá, viszont a kezeléshez magasabb szintű oktatásra van szükség. A rácsok mögött is megújul az élet. A marosvásárhelyi állatkertben kíváncsi kölykök ismerkednek a környezetükkel. A kis oroszlánok birtokukba vették a kifutójukat. A kenguruk, a vadmalacok és a kis majmok egyelőre azonban még csak édesanyjuk közvetlen közelében érzik jól magukat. A kis kengurukölyök évelején született, de eddig rejtőzködött, egy hete dugta ki először a fejét az anyja elszínéből. A gondozók beszámolója szerint egy másik nősténynek is van kicsije, de még nem bújt elő. A marosvásárhelyi állatkertben idén tavasszal különösen sok kölyökkel büszkélkedhetnek. Van 2 kengurukölyök, vannak vadmalacok, a majmoknál több fajnál is vannak kölykök, az oroszlán kölykök, Lika és Tika is jól érzik magukat. Kiengedtük őket a hátsó kifutóra, sokat játszanak. Hamarosan más fajoknál is születnek kölykök. A legtöbb állatnál semmiféle beavatkozásra nincs szükség az ellés során, illetve a kölykök gondozásánál, de azért vannak kivételek. Az oroszlán kölyköket például nem az édesanyjuk nevelte fel. Például a kenguruknál, hál' Istennek, soha nem kellett beavatkozni, mindig természetesen lefolyta az ellés, hát mondjuk most már szaknyelven, és de azért vannak esetek, amikor az anyaállat nem neveli a kölyköt, és akkor beavatkozunk, és akkor mesterségesen felneveljük. A mandril majmok 3 éve kerültek Marosvásárhelyre, most születtek először kölykök. A nagyobbik februárban, a kisebbik 1 hete jött a világra, egyelőre az anyjukba kapaszkodva közlekednek. A vaddisznóknál 3 csíkos kismalac élvezi a tavaszi napsütést. Az állatkertek közötti csereprogram révén az itt született kölykök egy része más intézménybe kerül majd. Újabb Erdélyről szóló könyvet mutattak be mára Maros-szigeten. Az Életem Erdély című kötet kultúrtörténeti és történelmi tárgyú eszéken keresztül nyújt betekintést Erdély múltjába és jelenébe. Serdült Benke Éva, erdélyi származású, Magyarországon élő magyar tanár és író, sokat foglalkozik könyveiben szülőföldjével. A most megjelent kötetben többek között Erdély nagy könyvtárairól, embert formáló iskoláiról szól. Kiemelten foglalkozik ugyanakkor a 19. század végén a milleniumi ünnepségek alkalmával Nagy Magyarországon felállított szobrok sorsával is. A szoborállítás maga az egy felelősségteljes dolog, mert a múltról szól, de a jelennek is szól, és a jövőnek is üzen. Ha viszont lerombolják, az is nagyon sokat mond arról, hogy miért történik mindez, és milyen az a világ, amelyben szobrokat rombolunk. A Lővei Klára Elméleti Liceumban megtartott könyvbemutatóra sokan jöttek el. A szerzőt többen ismerik és szeretik mára Maros-szigeten. A könyvet a kiadó vezetője, Káli Király István is méltatta. Nem feltétlenül tudományos igényű könyv, ezért is szól a sokakhoz, a többekhez, mert tartalmaz minden olyan elemet, amelyet egy hétköznapi ember tudni szeretne, de nem volt ideje összejárni a könyvtárakat, a levéltárakat, hogy a megfelelő ismeretanyagra szert essen. Káli Király István hangsúlyozta, a kiadványt mindenkinek ajánlja, aki Erdély múltját jobban meg szeretné ismerni. Rovar talanítanak Kolozsváron, osztja az üdülési csekkeket a Szatmár megyei nyugdíjpénztár, rövid hírek következnek. Törvénybe ütközik a tilosban parkoló járművek elszállítása. A népügyvédje arra hívja fel a figyelmet, hogy az önkormányzatok tavaly óta nem hozhatnak kocsi elvontatására vonatkozó jogszabályt. Ennek ellenére számos erdélyi városban, köztük például Kolozsváron, naponta szállítanak el autókat. A tulajdonosnak jogában áll megtámadni a döntést és kártérítést kérni. Rossz módszerrel korszerűsítették a Transalpina utat, és nem várt költségekkel kellett számolnia a kormánynak. Az Országos Korrupció Ellenes Ügyészség szerint volt liberális miniszterek, 388 millió lejes kárt okoztak az országnak.
A védőkorlátok hiánya miatt tavaly meg sem nyitották a Magashegyi út egy szakaszát. A Transalpina a legmagasabban fekvő útszakasz Romániában, a Párünk-hegységben, hossza 139 kilométer. Rovarirtási akció zajlik Kolozsváron. Tegnaptól egészen április 30-áig a közterületeken este 9 és hajnali 5 óra között dolgozik az önkormányzat által megbízott vállalat. A hivatal arra kéri a lakosokat, hogy ebben a periódusban a magánterületeken, pincékben is végezzék el a rovartalanítást. 20 üdülőtelepre 80 csekket oszt ki a napokban a Szatmár megyei nyugdíjpénztár. A nyugdíjasok többek között Szovát áraszt Lanikfürdőre, Biharfüredre, Tusnádra és a tengerre utazhatnak. A pénztár székelyén lehet igényelni az utalványokat, az üdülés 16 napos és április 16-án kell induljanak. Elkezdték ültetni a burgonyát Székelyföldön, a Csíki medencében azonban évről évre csökken a területek aránya. A gazdák szerint olyan mértékben áramlik be az országba az import krumpli, hogy már lassan nem éri meg itthon foglalkozni vele. A tavaly pedig a bőtermés miatt alacsony áron kilónként 40 baniért tudták értékesíteni a termést. Az egykori növényvédelmi központ helyén épül inkubátorház Székelyudvarhelyen. Február elején kezdték el a munkálatokat, és idén év végére el kell készülnie az épületnek. 48 irodahelység kap helyet, lesz tárgyaló, konferencia és kiállítóterem is. Bronzból készül el a Csíksomlyói kegyhely makettje. Az Erdélyi Utakon Egyesület és a Rotary Klub Budapest-Budavár tapintható láthatatlan programjának köszönhetően a nem látók tapogatás által ismerhetik meg azt a zarándok útvonalat, amelyet hívek ezrei tesznek meg minden pünköst alkalmával. A több mint 100 kg bronzból készült térplasztika a kegytemplom parkolójában lesz megtekinthető. Elődöntős a marosvásárhelyi City Ász, nézzük a híreket a sportvilágából. Két győzelmet aratott az izlandi divízió 2-es jégkorong világbajnokságon a romániai válogatott. A többségében székelyföldi hokisokból álló csapat 8-4-re győzte le Szerbiát és 5-1 arányban Ausztráliát. A romániai jégkorong válogatott holnap Belgium ellen lép jégre. Ma rajtol a férfi kézilabda nemzeti liga rájátszása, a Székelyudvarhelyi Kézilabda Klub Tordán lép pályára, Konstanca a fővárosi Csészénné otthonában, míg Bákó Nagybányát fogadja. Mindegyik párharc az egyik csapat második győzelméig tart. Az SKC legutóbb 8 góllal győzte le a tordai Potaissa együttesét, így bizakodva várják a párharcot. Az udvarhelyiek programja továbbra is sűrű, hisz az együttes a Challenge Kupa döntőbe jutásáért is pályára kell lépjen, méghozzá vasárnap Portugáliában a Benfica otthonában. Bejutott a teremlabdarúgó bajnokság elődöntőjébe a marosvásárhelyi City Ász. Kacsó Endre együttese átgázolt a sepsiszentgyörgyi sepsi futszálon, és 7-2 arányban nyerte a második mérkőzését. Iramos és gyors teremfocival rohanta le a háromszékieket a City Ász csapata. Mindkét együttes kapusa parádésan védett, éppen ezért az első gólra 9 percet kellett várni. Innen kezdve azonban a City Ász uralta a játékot, és a szünetig 4 gólra növelte előnyét. A második félidőben tovább folytatódott a marosvásárhelyiek fölénye, és a City Ász elhúzott 6-0-ra. Azután pedig leült a játék, és a zöld-fehérben játszó háromszékiek szépíteni tudtak, fordítani azonban már nem. Én azt mondom, első fél idő óta eldőlt a meccs. Persze kicsit elégedetlen vagyok, mert kaptunk két olyan gólt, amit nem kellett volna kapjunk. Kicsit már a fiúk is 4-5-0-nál, akkor persze megálltunk. De a fontos az, hogy nyertünk. A sepsiszentgyörgyiek edzője úgy véli, nem voltak szerencsések, hogy a City Ászt kapták ellenfélnek, de ők mindent megtettek a siker érdekében. Előnyből indult a vásárhelyi jutás. Ide úgy jöttünk, hogy megpróbáljuk a lehetetlent. Nem sikerült. Az elődöntőben a marosvásárhelyiek a címvédő Déva ellen játszanak, a másik ágon Székelyudvarhely Kalarással csap össze. Ez volt a híradó, mutatjuk a csütörtöki időjárás részleteit is, viszontlátásra!